Szevasztok, üdvözöllek benneteket újra egy retro élmény videóban, amiben, vagyis aminek most a Maniac Mansion lesz a témája. És ennek, erre a játékra mondhatjuk, hogy ez a Day of the Tentacle játéknak az első része, vagy akár mondhatjuk úgy is, hogy előzménye. Másrésztről ez egy szuper játék, csak én még nem sokra jutottam benne, és ez lehet, hogy a videóban is így lesz. Ha esetleg így alakulna, akkor ott a lehetőségetek rá, hogy kipróbáljátok, végigvigyétek, mégpedig a következő módokon. Vagy megvan az eredeti 80-as évekbeli kiadás egyik lemeze, azt a ScumVM-be betöltitek, teszek majd le egy linket a leírásba, ez egy ingyenes futtatóprogram mind a két részéhez a játéknak. Vagy pedig a remasteren belül, már mint a Day of the Tentacle remaster, ha megvan Steamen vagy bármilyen formában, ott Dilish Ednek a szobájába bemenve van egy számítógép, amit ha use-oltok, tehát használni kezditek, akkor végig tudjátok vinni ezt a részt is, tehát tisztában lehettek az előzményekkel, bár ez szerintem annyira nem fontos annak a játéknak az esetében, szóval hanyagolható, de azért a poén kedvéért szerintem érdemes végigvinni, egy kicsit szórakozzatok ezen is, bár ki tudja, hogy kinek mi az ízlése, nem biztos, hogy feltétlen tetszeni fog. Na viszont, gyors ledobom az OBS-t, és olyan szépen és szuperul veszi ezt az egészet. A mondó vagyok, hogy Bernardot viszem, illetve viszem még Sidet, mert ő olyan... Ér ki még egyszer? Zenész, aki próbál új bandát létrehozni. Ó, lehet, hogy ő rá szükségünk lesz, majd el is magyarázom menet közben, hogy miért. Na de, lecsekkolom a dolgokat, így né, és mehet. Intrót végignézzük. Közben hörpintek a kólámból is megint egyet. Na, Bernard már is menekülne. Szóval Sandy barátunkat elrabolták, és haverjaink szerint ebben a mansionben vagy kastélyban tartják őt fogva. Azon gondolkodom, hogy kivel indítsam a folyamatot, szerintem ő vele fogom. Vagyis hadd nézzem csak, vagyis Dave-vel, hogy megjegyezzem a nevét. Na most, már nem mondhatom azt, hogy első látásra megy a játéknak a kipróbálása, mert elakadtam egy ponton, és úgy döntöttem, hogy újra kezdem a felvételt. Na de, mint látjátok, point and click kalandról van szó, méghozzá abból is az ősi fajtáról, szóval itt úgy működnek a dolgok, hogy olvasni tudunk, kinyitni, becsukni, tolni, húzni, odaadni, feloldani, vagy feltörni, mondhatjuk így is, karaktert váltani, júzolni, használni, be- és kikapcsolni dolgokat, javítani dolgokat, tehát azért meg van itt bonyolítva egy kicsit a játékosnak a dolga, legalábbis részemről, mert én ezzel soha nem játszottam. Na,
így működik a kinyitás, és meg is tudjuk nézni, hogy mi ez, hogyha akarjuk, akkor olvashatunk is, de oké. Valamint, hogyha van bent valami, akkor fel tudjuk venni, de a postaládát magát, az, mint látjátok, karakter nem veszi fel. Akkor a poén kedvéért, hogy hogy nem lehet bejutni, azt is megmutatom. Van egy karakter a játékban, mind a két részben, akit ugye legutóbb említettem. Dilish Ed Edison névre hallgat. És őt itt meg lehet szivatni, mégpedig úgy, hogy use. És használjuk a... Na, menj oda. A könyörgöm. Ezt most én rontottam el egy rossz kattintással, szóval... Nem akarom kinyitni az ajtót, barátom, hanem használni szeretném azt a... szemétláda... csengőt. Így van. És ilyenkor Ed barátunk szépen megindul kifelé. Ami most valamiért oltári lassan történik meg, és nem tudom, hogy miért. És én itt most elhúzok. Ha ott vagyunk, akkor nagyjából csak annyit magyaráz, hogy semmi keresni valónk, itt menjünk a fenébe, és visszamegy bezárva az ajtót. Ennek most a fordítottja fog történni. Vagyis nem a fordítottja, hülyeséget beszélek. Az fog történni, hogy barátunk kisétál, konstatálja, hogy nincs ott senki, visszamegy. Na, szóval. Valaki szórakozik velem, mi? Legközelebb elkapom. Nyers fordításban. Így mondjuk nem lehet bejutni a házba, de mint mondtam, a poén kedvéért ezt is megmutattam. Viszont ha a szőnyeget odébb húzzuk, akkor itt van a kulcs elrejtve alatta. Ilyen szép pixeles kulcs. Ezt gyorsan felvesszük. És ezzel már, ha ezt a kulcsot használjuk az ajtón, akkor bemehetünk a lakásba. És én itt még nem csinálok semmi különöset. Ennek a karakterünknek nagyon nincs szüksége semmire. Szóval csak egy kicsit körülnézek itt. Ezt lehet, hogy kihagytam az előző felvételben. Ajj, és jó, hogy kihagytam, mert itt sötét van. Na, hello. Ott van az ajtó. Sötétben nagy nehezen megtaláltam. Próbáljuk meg azért ezt, hadd nézzem már meg, hogyha esetleg bekapcsolom itt ezt a rádió. Nincs benne adás. Remélem azért nem hívom fel senkinek se figyelmét itt a kúriában, vagy kastélyban. Ez nem nyílik, mert nincs rajta kilincs. És mi van, ha fölmegyek az emeletre? Ó, történnek az események. Reméljük, jól szórakoztál. Hamarosan, vagy perceken belül minden véget ér. Dave és a barátaim megmentenek. Oké, szóval tűnjünk felfelé, mert gondolom én, hogy itt alul van valahol a labor, és itt elkaphatnak engem könnyedén. És ez a szoba, ez sötét, az erre emlékszem. Szóval nyissuk ki a másikat, és nézzünk körül itt bent. Remek, játékgépek, semmi egyéb. Most van egy olyan tippem, hogy ha én lemegyek, akkor történik egy olyan dolog, amit én nem szeretnék, úgyhogy elsőnek ezt az emeletet nézem meg. Ha én most ővele akarok, vagy el akarok menni mellette, akkor nem mehetsz tovább, még meg nem etettél.
a zenész csávót semmiképp se akarom elkapatni, akkor őt sem szabad elkapatni, mert úgy néz ki, hogy ő nem fél a csáptól. Tehát ez a fickó lesz itt nekem a megoldás. Bernardnak nem vettem hasznát, pedig őt szeretném megtartani, viszont akkor Bernardot behozom gyors a házba. Zenészt ezt egyelőre hagyom, ne őt kapják el. Szinte már olyan, mint egy túlélő játékról beszélnénk, pedig kalandról van szó. Oké. Bemegyek a konyhába. És akkor reménykedek abban, hogy nem fognak itt elkapni. Nem veszem még fel. Á, dehogy nem. Na, annyival most jobban jártunk talán. Jobb lenne, hogyha az ágyamhoz kötöznélek. Kösz, inkább ne kötözz oda. Na, itt más-más nagyon nem tudunk csinálni, mint hogy össze-vissza bolyongunk, meg itt talán, ha a játék engedi, akkor kinéznénk. Szerintem csak úgy nem tudom kinyitni, így van. És üres az eszköztáram, és szóval visszaváltok Dave-re, és nagyon reménykedem benne, hogy nem kapnak el. Mert akkor már csak egy karakter marad, és ezt szeretném későbbre megtartani. Az a baj, hogyha ez is visz magával, ugye ez a játék úgy, mint a másik, akkor nagy valószínűséggel annyira belemerülhetünk, hogy elfeledkezünk az időről. Na, ezt vegyük fel, és egyelőre ne menjünk tovább. Nem, megnézem azt a sötét szobát, amit talul találtam, és lámpával talán már tovább jutunk. Legalábbis gondolom, hogy ha bekapcsolom, akkor látni fogok dolgokat. Jaj, ne már! Tényleg? És ezek is olyan helyre vannak téve, ezek az akkumulátorok, vagy elemek, inkább úgy mondom, hogy könnyedén elkaphat bármelyik ellenfél. Ez nem jó. Remélem, hogy nincs itt senki. Oh, jó. Nyisd ki. És akkor itt, ami van, mindent az égvilágon gyorsan felkapok és eltűzök innét. Azt mondja, hogy egy Pepsi, boros üveg, jobbra nem megyek, húzok innét, mielőtt megjelenik Ed. Lehet, hogy most lepuskázok nektek egy-két dolgot, de az a helyzet, hogy Ed, ha elkap, akkor gyakorlatilag nekem game over, mert minden nálam van, várjunk csak. Nem megyek be még oda, hanem az aksikat kombinálom. Úgy. Hát az égnek itt is lehet kombinálni, és most mi van, hogyha... Jaj, de jól meg van csinálva! Bár itt úgy nézem, hogy nagyon nincs mit használni, mert itt össze-vissza van szakadva minden. Hm. De amúgy tök jó. Jó, hogy jöhet a másik sötét szobában is. Ajaj! Katona csávó. Ezt megvárom, addig nem mozdulok sehová se. Mert hogyha elkezdek mozogni, és vele szembe találom magam, akkor game over van. Most különben, hogy eláruljam, a konyha felé tart, megéhezett, és sajtot fog keresni. Sajtot fog keresni még hozzá a hűtőben, és ezt nem szeretném, hogy összefussak vele ott a konyhában. Mint látjátok, már megy is. Oké, szóval ha eltűnik, akkor megpróbálok az emelet felé indulni. Remélem, ide nem jön be. Hiába van még egy karakterünk, ha egyszer itt mászkál ez a marha. Elkap és kész.
Na, akkor lássuk csak. Ez a karakter nem félt, ugyebár. Zöld csáptól. Próbáljunk meg oda menni zöld csáphoz, és próbáljuk meg megetetni zöld csápot. Ja, nem szalad el? Oké, nagyon jó. Oda mondjuk sajtot. Még kérsz? Ne szórakozz! Mit adjak még neked? Még kell neki? Akkor adok neked Pepsit is, hát ha az ízlik. Na? Ajaj, ez le kell mennem a konyha felé, vagy inkább az ebédlő felé. Zöld csáp aztán tud zabálni. Oké. Megint a hallban vagyunk. Konyha zárt ajtóval. Remélem, hogy nincs bent senki. Mert ha igen, akkor itt game over, mint mondtam. Lehet, hogy meg kéne előbb nézni a sötét szobákat. Nem, nem veszünk föl semmit, nem zárunk be semmit, ajtót nyitunk, így né. Oké. Akkor mivel a java cuccost már odaadtam szinte, vegyük fel a kulykát. Ezt, meg itt van még egy szoba, amit át kell nézni, és úgy megyünk vissza zöldhöz. Szóval vegyük fel azt. Gratulálok, te is épp olyan béna vagy, mint Bernard. Akkor ezt adjuk, vagy ezt vegyük fel, meg ezeket. És végig próbálok minden egyes kaját. Ez az ajtó pedig, elárulom, zárva van. De csak úgy nem fogunk bemenni oda. Ha csak nem ez a kulcs, próbáljuk meg. Nem működik erre az ajtóra, ez a kulcs nem megfelelő. Akkor csak szimplán visszasétálok, és megpróbálom pulykával megetetni ezt a drága zöld csápot. Hát, ha imádja a pulykát, nem de? Szerintem ti is kíváncsiak vagytok, viszont akkor nem ebbe az irányba kell menni, hanem idebe. És reménykedni, hogy a sötét szoba, amit itt elhagyok, az nem annyira létfontosságú. Gyere! Na, mit adjak neked? Ezt kéred mondjuk, ezt a Pepsit? Azt mondja, ettől böfög. A romladozó pulyka kell még. Aj, ne szórakozz már! Még kaja! Oké, akkor még adok neked kaját. Még kell neki, akkor gyümölcsös italok. Még kell. Boros üvegektől esetleg, hogy berugatni. Még kell neki. De azért megitta. Ezt kéred esetleg? Szomjas vagy. Ezt még megoldhatjuk. Itt van az italod. Ne szórakozz már. Addig nem enged el, amíg nem adok neki inni. Ez azért egy kicsit szivatás, már nem azért. Főleg, hogy 19 percnél járunk, és ezzel a marhával szórakozok még mindig. Oké, most már nem látok más esélyt, bemegyek ide a sötét szobába, és körbenézek kaja után. Reménykedve, hogy közben nem kapnak el, vagy ilyesmi, esetleg nem hagytam. Sajnos nem hagytam mást magamnál. Ejha. A csontváz. Az asztalon valami esetleg. Itt van fiók is, amit megnézhetek.
Valamint ide a falig el lehet jönni, és mi van, hogyha kinyitom? Nem nyitja ki. Úgy nézem, hogy nagyon nem lehet mit csinálni. Ott valami van. Nem az asztalt vett fel, hanem van rajta valami. Ejj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 
Úgy néz ki, hogy így nem sok mindenre jutok. Hol van az ajtó? Na azért. Oké. Van egy üvegem, amit talán a konyhában megtölthetek vízzel. Persze közben elkaphat bárki. Jobbra pedig van egy szoba, ahol elárulom, hogy csak egy lemezlejátszó van, és véletlenül megpisztergáltam a játék ablakjának a szélét. Nem feltétlen jó, hogy mire tezhető most jelen helyzetben, de van üres üvegünk. Használjuk ezt. Mondom ezt. Nem akarod megtölteni végre? Akkor használd az üveget. Na ugye. Nem. Akkor... hülyeség volt, de mindegy. Más ötletem nem jutott eszembe hirtelen. Itt esetleg valami kaja, amit elhagytam? Nem, ezt fölvettem. Ott az micsoda? Röpsztény. Hát nem tudom, hogy honnan hozok ennek az okosnak innivalót. Valószínűleg azt borítottam itt le. Minden vackot odaadtam neki, ugye, ami fellelhető volt a házban. És már csak a másik sötét szoba esetleg. Hát, ha ott van innivaló. Hát sajnos a szekrényeket, azokat egy az egyben nem tudom kinyitni. A mikróba meg nyilván nincs ilyen. Itt bent esetleg valami meglepi. Jó, én megértem, hogy használod inkább a mikrosütőt, de ott sincs bent semmi hasznos. Ez meg csak hat kattogjon. Mert ugye most másunk nincs, mint egy kulcs, Pepsi, egy üveg, esetleg kombinálni a kettőt. Nem. Kabinet. Ezt még meg se néztem. Kazetta lejátszó. Nem lehet kinyitni. Kár érte. Kiváló ügynök volt. Oké, itt esetleg elrejtve. Ja, elfelejtettem, hogy ez teljesen lemerült. Ugye a régi elemek hamar kifekszenek. Oda nem tudok bemenni, fölül pedig van még egy ajtó. Kettő is, ha ezen kívül még a bentit számolom. És ha ez nem fog összejönni, akkor a... Pick up. Hát, ha van víz ebben, nem fog működni. Na most annyit megmutatok különben, hogy amit felvettünk, lemezt, az... Ja, józolni kell. Ezt mindig elfelejtem. Nem már. Old recordot használjuk. Ő rajta, és ha most bekapcsolom ezt a csodát, akkor...
Szerintem sérült a dolog, szóval ez inkább hanyagolom, kikapcsolom. Ott vannak a pedálok a zongorához, más nagyon itt nem látok, sajna. Bal oldalt pedig nincs ajtó, ide ha bemegyünk, akkor csodás szobor, ezt még elolvasom, hát ha... Aha. Apu furán viselkedik. Aggódom érte, nem vacsorázott 5 éve. Jesszus, az azért nem se kevés idő. Ott is van egy kulcsa, hogy én nézem, de hogy honnan lehet ide bejutni, ne kérdezzétek. Viszont nem akarom túl sokáig húzni az időt, szóval még valamit itt próbálgatok. Itt már voltam, ezeket se bírom használni, sajnos. És mint tudjuk, ő nem fog tovább engedni. Mi van, hogyha végig volt valami ebben az üvegben? Próbáljuk meg odaadni neki. Már adtam neked inni, nem? Odaadtam a bort is, adtam kajálni, engedj át! Jó, hadd nézem mennyi időt húztam rá erre a játékra. 26 perc, gyerekek, oké. Ennyi egy retro élménynek elég. Ha ti többre jutottatok a játékkal, már dadogok is, szuper. Szóval, ha többre jutottatok a játékkal, mint én, osszátok meg velem kommentben, hogy hogy oldottátok meg ezt a kis rejtvényt. Már ha ezt lehet annak nevezni. Legközelebb pedig találkozunk vagy egy végigjátszásban, vagy egy retro élményben, vagy másfajta videóban, programozásban akár. Ha ez tetszett, tudjátok a dolgotok, következőkig pedig legyetek jók, sziasztok!